Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai reggel. Hát nem is tudom, hogy védik el nekem. Sok mindent hallottunk. Milyen érdekesen alakult ez az egész, amiről én szeretnék szólni. Még úgy tudtam, hogy a múlt hét engem prédikálnak. De számítás technika az nem az én világom. Nagyon távol áll tőlem. Mondták, hogy föl van töltve a szolgálati beosztás valahova. A Gmail fiók, vagy mit tudom én, aki érti, az biztos tudja, hogy mi ez. Szerintem többen vagyok benne, mint fogalmunk nincs igazából. És hát nem találtam meg. Naposomtól kérdeztem egy pár hete, hogy mikor jövök én. Aztán mondta, hogy mikor. Elfelejtettem ezek szerint. Hát készültem a múlt hétre is, aztán láttam, hogy az Oli ki van öltözve, mondom, hogy valami zavar lehet, akkor biztos, hogy ő fog prédikálni, hát hogy is lehet. De azért nem dobtam ki a jegyzetemet, mert nem készültem mással. Úgyhogy a 24. Zsoltárt szeretném felolvasni a mai reggelen. 24. Zsoltár, vagy ahogy jobban tetszik a Zsoltárok könyvének 24. része. Így hangzik. Az Úré a Föld, és annak teljessége. A Föld kerekség, és annak lakói. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, és erősítette meg a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyét? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalátságra. Áldást nyerő az Úrtól, és igazságot szabadító Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzedéke, akik Jákob Istenének arcát keresik. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtó. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr. A hatalmasan hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? A seregeknek ura. Ő a dicsőség királya. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a te beszédedért, és kérünk téged, hogy tedd elevenni a számunkra a te szellemed által, és ott, hogy a szívünkbe hatoljon ennek az üzenete. Amen. Foglaljunk helyet. Szerintem a Biblia olvasók nagyon sokszor olvasták, vagy olvassák ezt a Zsoltárt. Azt gondolom, nem tévedek. Nem tudom, hogy mi az oka. Lehet, hogy az, hogy közvetlenül a 23. után van a 24. És azt a Zsoltárt viszont egészen biztos, hogy nagyon sokan olvassák, és sokan tudják kívülről is. Emlékszem, hogy vasárnap iskolában meg kellett tanulnunk kívülről ezt a Zsoltárt. Meg sok minden mást is, de ez azt hiszem, hogy ez maradt meg legjobban bennem, lehet, hogy másban is, aki járt vasárnap iskolába és tanulta a Zsoltárokat, vagy egyéb igéket. Azt is el szeretném mondani, hogy érdekes volt a mai reggel, nem tudtam, hogy nekem kell szolgálni a dicsőítésben, mert hogy nincs meg a szolgálati beosztás. És a Péternek kellett volna, neki elfoglaltsága volt, és akkor Dani mondta, hogy akkor szed össze énekeket. És érdekes volt, hogy az énekek is olyan témát feszegettek, meg fejeztek ki egészen nyilvánvalóan, amiről ez a Zsoltár szól. Azt gondolom, hogy szólni kell néhány gondolatot, vagy talán hosszabban is ennek a Zsoltárnak az ihletettségéről, mi
ok, ami Dávidot arra késztette, hogy megírja ezt a Zsoltárt. Hát három olyan indok lehet, és azt hiszem van is, ami ebbe az irányba terelte a Zsoltár szerzőjét, és Isten szelleme késztette ennek a megírására. Az egyik, ami talán a legkézenfekvőbb, és amit általában indokként felszoktak hozni, az az a történelmi tény, amit meg említ több helyen is a Szentírás Ószövetségi része. Az az aktuális indok, amikor Dávid az Isten ládáját Jeruzsálembe viszi, vagy akarja vinni, vagy akarta vinni, később vitte is. Azt tudjuk az igéből, hogy a Frigyláda történetének ez a szakasza tartalmaz egy olyan előzményt, ami nem túl dicsőséges, sőt, egyáltalán nem az. Történt ugyanis egy csata, amit úgy említhetünk, vagy úgy szoktak emlegetni, hogy az Ebenheizeri csata. Itt az történt, hogy Isten népe harcot folytatott a filiszteusokkal. De ennek is volt egy előtörténete, ugyanis Éli főpapsága idején történt az a dolog, ez a csata, amikor is a két fia, akit úgy hívtak, hogy Hofni és Fineás, az Isten ládáját az izraeliek táborába vitte. Úgy gondolták, hogy Isten majd valamilyen csodát fog tenni az ő jelenlétének a megszemélyesítője, vagy tárgyasort megszemélyesítője folytán. Tehát azt gondolták, hogy ha ott a Frigyláda, akkor győzni fogunk. De nem így történt. Izrael népe vereséget szenvedett, a Frigyládát elvitték a filiszteusok, és meghalt Élinek mind a két fia, Hofni és Fineás is. Azt is megjegyzi a Biblia számunkra, hogy amikor jöttek a hírvivők és átadták ezt a hírt, Éli is meghalt, és történt egy esemény, ami nagyon elgondolkodtató. A két fiú közül az egyiknek a felesége várandós volt. És amikor meghallotta a híreket, azt, hogy meghalt az ő férje, azt, hogy a Frigyláda az idegenek kezébe került, akkor megindultak az ő szülései, a szülése, és a születendő gyermeket Ikábódnak nevezte el, ami azt jelenti magyarul, hogy oda van Izrael dicsősége, legalábbis a Károli szöveg biztosan így magyarázza ezt. Ez Sámuel első könyvének az 5. részében van megírva. És aztán, ha tovább olvassuk ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy elviszik a filiszteusok ezt a ládát, behelyezik egy pogány bálványnak a templomába, és ott furcsa események történnek meg, ledől a bárványszobor többször is, és kitör egy valamilyen fertőzéses járvány a filiszteusok között, és arra a következtetésre jutnak, hogy hát mindezek a dolgok addig nem történtek meg, amíg nem volt itt a zsidóknak a Frigyládája, úgyhogy visszaküldték. Nagyon részletesen leírja a Szentírás, hogy milyen módon, milyen ajándékokat helyeztek el a Frigyládával. És elindul ez a két ökör által, vagy tehén által vontatott szekér, ami rajta van az Isten ládája, és eljut egy Bét-Semes nevű faluba. Annyira megörülnek a zsidók, hogy itt a Frigyláda, hogy nagy lelkesültségükben bele is néznek, hogy vajon mi lehet benne. És nagyon érdekes, hogy amíg az Isten ládája, amihez nyilván hozzáértek a filiszteusok is, ott csak ilyen
hát hogy mondjuk, hogy ilyen könnyedebb tüneteket, fertőzéseket okozott, ilyen kiütéses vagy fekélyes nyavajákat, addig a zsidók között ennek az érintésnek vagy beletekintésnek a következménye az 70 embernek a halálát eredményezte. Aztán Bécsemesből elkerül az Isten ládája a Kirjat Jearimba, és ott Abinádab házához kerül, és ott a fiát, Eleázárt felszenteli pappá, hogy ő gondoskodjon ott erről. És hát körülbelül ez az az időintervallum, ami végigmegy a bírák korán, és befejezi azt, és azt is megjegyzi még a Szentírás, hogy az első király, az Izraelnek Saul, nem fordított gondot a Fridládára, nem érdekelte. Talán lehet ez is a magyarázata az ő későbbi sorsának, hogy nem érdekelte Saul az Isten jelenléte annyira, hogy érdeklődjön azután, és egy esetlegesen kísérletet is tegyen arra, amire Dávid is kísérletet tett, hogy Jeruzsálembe vigye a Fridládát. Tehát valószínű, hogy ez az egyik indok, amit így kicsit hosszasabban vagy részletesebben elmagyaráztam. A másik pedig egy, lehet, hogy egy teljesen egyszerű győzelmi bevonulás. Ugyanaz, amit reméltek volna, vagy reméltek Izrael fiai az Ébenhájézeri csatában. Lehet, hogy Dávid egyik győzelme kapcsán íródott, talán ez a Zsoltár. És van egy másik, vagy egy harmadik opció is, hogy egy olyan profétai költeménye Dávidnak, ami hát a majdan felépülő templomra vonatkozik. De ha jól megvizsgáljuk, akkor én úgy gondolom, hogy még ezen is túlmutat. Egy igen távoli jövőből. Nem tudjuk, hogy mi a valós indok, lehet, hogy egyenként, lehet, hogy mind a három egyszerre, de az biztos, hogy olyan mélységeket és olyan félelmet keltő dolgokat hordoz magába az előtörténetei miatt és a következményekként, amit talán nem is gondoltunk át eddig. Úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy az Úré a Föld és annak teljesség és minden, ami betölti azt. Mit jelent ez, hogy az Úré a Föld? Szokták mondogatni teológusok, hogy hát ez úgy kell érteni, hogy a teremtő jogán minden az Isten tulajdona. Ami igaz is. De ez olyan, hogy is mondjam, olyan tudományosnak vázolja fel ezt a kijelentést. Vagy olyan távolinak, amit be lehet írni egy magyarázatba, egy konkordanciába, és ott olyan jól mutat. És azt gondolom, hogy amikor az Úré a Föld és annak teljesége, ez a gondolat, a földkerekség, ez ugye eszünkbe jut, és olvassuk, akkor arra kell gondolnunk, hogy az egész teremtettség, az univerzum, minden az Isten tulajdona. Minden az Isten tulajdona, amit ismerünk, amit az emberi értelem képes felfogni, és érzékelni, vagy felmérni. Gondoljatok rá, hogy hogyan vizsgálják a csillagokat, hogyan kutatnak távoli bolygók, földrészek után, nem is tudom, most már rádiótávcsövek, vagy ilyen eszközök vannak, amivel nagyon pontosan, legalábbis az emberi tudomány szerint, nagyon pontosan meg lehet határozni különböző égi testeknek a helyzetét, távolságát, mozgását, a felületét is. De az, amikor olvasok ezt a verset, hogy az egész teremtettséget gondolunk, akkor
Azt is kell, hogy értsük, hogy ebbe beletartozik minden, amit nem ismerünk. Minden, amit nem ismerhetünk meg, nem csak azért, mert nem vagyunk a tudománynak azon a szintjén, vagy nincsenek olyan eszközeink, amivel ezeket megismerhetnénk, hanem úgy gondolom, hogy Isten elrejt a szemünk elől olyan dolgokat, amiket soha nem fogunk megismerni. Amire soha nem fog eljutni az emberi tudás. Azt mondja az apostol egy helyen, hogy tükör által homályosan látunk. Nem fognak megadatni ezek a dolgok soha az embernek. És nem tudom, hogy belegondolunk-e abba, hogy amikor ezt a két sort olvassuk, akkor ebben mindenben mégis személyesen mindannyian beletartozunk. Minden, amit kaptunk tőle, képességeink, tehetségünk, ha van, minden az Isten tulajdona. Köszönöm. És az emberen ebben az értelemben való gondolkodás az mégis olyan távol kerül az Isten népétől. És tervezgetünk dolgokat, hogy milyen jó lenne megtenni ezt meg azt. És olyan dolgok foglalkoztatnak, amik teljesen fölöslegesek. Meg akarunk valósítani dolgokat, jó üzleteket akarunk kötni. Jakab 4.15-ben arról olvasunk, hogy tervezgettek dolgokat, hogy elmegyünk majd ebben meg abban a városban. Jókat voltalunk, jókat üzletelünk, holott azt kéne mondanatok, hogy az Úr akarja és élünk. Mindannyian az övé vagyunk. Aztán ha ilyen nagy súlyú az első vers, akkor mi van a folytatásban? Az első két vers. Ki mehet fel az Úr hegyére? És ki állhat meg szent helyén? Hát ha visszagondolunk a Frédláda útjára, akkor megértjük, hogy Dávidot miért foglalkoztatta ez ilyen mélységig. Jogos kérdés volt ez számára? Mit gondoltam? Azt gondolom, abszolút. Átélni azt, hogy meghal az egyik ember, akit Uzzának hívtak, és az olyan mélységes fájdalmat okozott az egész menetben, én úgy gondolom, akik akkor ott megkísérelték Frigyládát Jeruzsálembe vinni, hogy még el is nevezték ezt a helyet Pérec Uzzának, ami azt jelenti magyarul, hogy Uzza összetörésének a helye. Elgondolkodtam, hogy hát Uzza jót akar, nem? Hogy akkor még a jó szándék is kevés ahhoz, hogy az Isten jelenlétébe kerüljünk. Sámuel második könyvének 6. részében, 6. versben azt olvassuk, hogy úgy megrendült ezen az egész menet, és Dávid is, hogy 3 hónapig ott hagyták a ládát, ahol volt. Bevitték egy Obed-Edom nevű férfinek a házába. És eltelik egy idő, és Dávidnak azt a hírt hozzák az emberei, hogy megáldotta az Úr Obed-Edomot a Frídláda miatt.
És megismétlődik ez a kérdés a Zsoltárban. Aki valaha még emlékszik, hogy nem tanulta egyet az irodában, az biztos tudja, hogy vannak költői kérdések, ugye? Amit föltesz a költő, és akkor ad rá egy aktuális választ, ami megadja az értelmét az egész üzenetnek. Hát, ha így olvassuk a Zsoltárt, akkor Dávid igencsak furcsa választ ad. Nézzétek a negyedik versben. Azt írja, hogy az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik csalárdságra. Ki mérte az Isten jelenlétére? Az ártatlan kezű? Mit jelent ez egyáltalán? Azt mondja a legtöbb magyarázó, hogy annak ártatlan a keze, akik az Isten dolgait teszik. Mert ezek a dolgok tiszták. Szoktuk is énekelni, ugye emlékeztek erre, hogy tiszta kezeket emelj az Úr felé. Ez körülbelül azt jelenti, hogy megtettem azokat a dolgokat, amiket az Isten elvár tőlem. Hogy azokban a cselekedetekben járok, amit az Isten előre elkészített. Ezt mondja az ige. Aztán itt vannak a tiszta szívűek. Itt már úgy kapizsgálhatunk, hogy hát van-e ilyen? Van-e egyáltalán olyan értelembe vett tiszta kezű ember, akiről az imént szóltam, vagy akiket Dávid ebben az értelemben definiál? Érdekes, hogy az imit Biblia úgy fogalmazza, vagy úgy fordítja ezt a héber szöveget, hogy a tisztított szívű. Azt gondolom, hogy ennek óriási jelentősége van. Aki volt katona, az tudja, hogy tiszta fegyver nincs, csak tisztított. És valahogy erre gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy hát lehet az ember szíve annyira tiszta, hogy méltó az Isten jelenlétéhez? Hát azt gondolom, hogy a keze nem lehet tiszta, ugye a szíve sem lehet olyan mértékig tiszta, hogy méltó legyen az Isten jelenlétére. De folytassuk. Azt mondja, hogy nem sóvárok hiába a valóság után. A Prédikátor könyve első része elején azt olvassuk, hogy minden hiába a valóság. Hát akkor mi van belőle? Más fordítás, azt hiszem, hogy az új protestáns fordítás úgy fogalmaz, hogy minden múlandóság. Hát az ember milyen dolgok után szokott vágyakozni? Gondoljatok csak a hétköznapi dolgainkra. Mit kéne megvásárolni? Hogyan épül majd föl a házunk, ugye? Ezen most sokat gondolkodok. Ez mind múlandóság. Vagy a számomra, mert egyszer az Úr elszólít, akkor már nem lesz az enyém. Vagy ha átérünk egy olyan tornádót, amit most az Egyesült Államokban, Oklahomában, már többször is, akkor visz mindent a szél, megint csak múlandóság. És mégis a gondolkodásunk legnagyobb részét ezek a dolgok töltik ki. Persze meg tudjuk indokolni, hogy hát mégiscsak kell valamit a gyerekeinkre hagyni. Legyen fedél a fejünk fölött, ugye, hát ez is egy jogos elvárás. Gondoljatok hajléktalanokra. Hát van, akiket ez nem nagyon izgat, hogy most hol fog elaludni. Minden múlandó. Jézus azt mondja egy helyen, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön. Amit a rozsda megemészt, a moly megrág, jön a tolvaj, kiásra is elviszi. Azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket a mennyben. Másján azt mondja, hogy az odafel valókkal
törődjetek ne földiekkel, mondja Pál, az odafenn valókkal törődjetek, azokkal a dolgokkal, amik a Krisztusnál vannak, ahol a Krisztus van, ami onnan jön, az a legfontosabb, ezekre törekedjetek. Aztán még egy ilyen, hogy nem esküszik hamisan vagy csalárcságra, ezt tiltja a törvény, Mózes törvénye, amúgy hamis tanúságtételt. Jézus meg mit mond? Az esküvéssel vonatkozásban, fogadkozással vonatkozásban? Egyáltalán ne esküdjetek. Hát hogy van akkor ez? Ki juthat be az Isten jelenlétébe? A saját jogán. Mert ezek a dolgok azt jelentik. Nem fűződik hozzá semmilyen olyan dolog, ami kirekeszt az Isten jelenlétébe. Hát van egy ilyen ember egyáltalán? Azt hiszem, hogy nincs ilyen ember, és nem is fog megszületni. De ha van itt közöttünk, akkor nyugodtan tegye fel a kezét meg. Ugye? És akkor hogyan kell ezt értsük? Hogyan lehetünk az Isten jelenlétének a részesek? Azt gondolom, hogy egy módot határozhatunk meg, ami így hangzik, hogy folyamatos tisztulás. És ez a munka legnagyobb részében az Isten szellemének a munkája. Már szeretném megjegyezni, mostanában egy ideje hallok olyan tanításokat, hogy hát nem számít semmi sem, amit teszel igazából. Kegyelem korszakában élünk, örüljünk a kegyelemnek, ami rendkívül igaz is. Mert ha az nem lenne, akkor nagy bajba lennénk, higgyétek el. De mégis kell, hogy legyen az emberben egy olyan vágy a tisztulásra. Egy olyan vágy az életének a helyzetéből való kimozdulásra, ami az ő oldala. Ami az ő vágya, olyan értelemben, hogy nem múlandó, nem hiába való, hanem egy őszinte, tiszta vágyakozás. Márk evangéliuma első részében, ha jól írtam föl, ha nem, akkor nem, 40. versben, van egy leprás, aki azt mondja ott a Jézussal való találkozásában, párbeszédben, hogy Jézusnak, hogyha akarod, megtisztíthatsz. És azt gondolom, hogy ez az emberi része a dolognak. Hogy ahhoz jövök, attól kérek segítséget, attól kérek gyógyulást, attól kérek szabadulást, attól kérek vigasztalást, aki ezt képes megadni. És emlékeztek Jézus válaszára, hogy mi van? Azt mondja neki, hogy akarom, tisztulj meg. Tehát minden tökéletes dolog az Istentől jön. Minden az ő munkája, ami megtisztításunk van. De kell, hogy ott legyen a szívünkben az, hogy akarjuk, hogy az Isten munkálkodjon bennünk. Ugyanúgy, mint ez a leprás. Aztán találhatunk más ilyen jellegű cselekedeteket vagy megvallásokat. Fenti csoportban, akik járnak most vasárnap Biblia órára, azok Dániel könyvét tanulmányozzák, vagy tanulmányozzuk. Van ott említve három fiatal ember, sőt, azt megelőzően az egész elburcolt társaságból, Dániel vezetésével, akik azt mondják, hogy eldöntötték, vagy eltökérték szívükben, hogy nem szennyezik be magukat a királyi.